Kísérletünkben a zsírokat vizsgáljuk, felhasznált eszközeink. Kémcső tartó állvány, kémcsövekkel, gumidugókkal ellátva. Cseppentő. És üvegbot. Felhasznált anyagaink. Étkezési disznózsír. Napraforgóolaj. Szudán 3 festék. Sebbenzin. És desztillált víz. Tehát két kémcsőbe tesszük disznózsírt, a kémcső aljába próbáljuk rétegezni, illetve a kémcsőbe. A másik kémcsőbe étolajat öntünk. Majd pedig desztillált vízben próbáljuk feloldani a zsírt, illetve az étolajat. Összerázzuk a kémcső tartalmát, és megfigyelhető, hogy a disznózsír nem oldódik a vízben. Az étolajat rétegeztünk a vízre, ebbe teszünk pár csepp szudán 3 festéket, és ezután erőteljesen összerázzuk a kémcső tartalmát. Kis időt elteltével megfigyelhetjük, hogy az olaj nem oldódik a desztillált vízben, szétválik a két folyadék egymástól, az alsó fázisban találjuk a vizet, a felső fázisban található az étolaj, és a szudán 3 festék, mivel egy apoláris festék molekula, az étolajban fog jobban oldódni, mint a vízben, ezért a felső folyadékfázis lesz a sötétebb vörösebb színű, az alsó vizes fázis pedig minimális mennyiségben tartalmazza csak a szudán 3 festéket. Ezzel azt is kimutathattuk, hogy az olajnak a sűrűsége az kisebb, mint a vízé, és a víz tetején fog elhelyezkedni az olajréteg. A kísérlet második részében ugyancsak zsíradékot és olajat teszünk a kémcsőbe. Másodikban étolajat, és sebbenzinben próbáljuk feloldani az anyagainkat.
őt teljesen összerázzuk. A kémcső tartalmát. És megfigyelhetjük, hogy a második esetben, amikor benzinben oldottuk az étolajat, illetve az állati zsíradékot, ezek jól oldódnak benzinben, tehát a benzin, mivel apoláris oldószer, ezért az apoláris jellegű étolajat és állati zsírokat kiválóan oldja. Nem tapasztaltuk a két külön fázisnak az elhelyezkedését, mint amikor a vízben oldottuk ezeket az anyagainkat. A neutrális zsírok a lipidek csoportjába tartoznak, glicerinnek nagy szénatomszámú karbonsavakkal alkotott észterei. Mivel nagyméretű szénhidrogén láncok vannak a molekulában, ezért a molekula apoláris jellegű. Ezt az apoláris jelleget bizonyítottuk azzal, hogy apoláris oldószerben kiválóan oldódik, mind az étolaj, mind pedig az állati zsír. A zsíroknak és az olajoknak rendkívül fontos szerepe van az élő rendszerekben. Az állati szervezetekben nagy mennyiségben található meg a zsírszövetben, például a bőralján, a hidegégövi állatokat ez védi meg a külső hideg hatástól, tehát nagyon jó hőszigetelő réteg, továbbá véd a mechanikai ingerek ellen. A legfontosabb szerepe talán mind a növényi, mind az állati szervezetekben, hogy tartalék tápanyagként szerepelnek, nagyon fontos energiaraktára. Ugyanígy a növényi magvakban is nagy mennyiségben megtalálható, például a napraforgó olajat, azt a napraforgó magból préseléssel nyerhetjük, vagy a tökmagolajat, vagy a kukoricaolajat. Az sem elhanyagolható, hogy a táplálékkal megfelelő mennyiségű zsíradékot kell bevinni, hiszen a zsírszövet nem csak a hőszigetelés szempontjából és tartaléktápanyag szempontjából fontos, hanem bizonyos zsírban oldódó vitaminok, mint a D, E, K és A vitamin oldószere és raktározó szerve is az emberi szervezetben, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a biológiai folyamatok megfelelő módon történhessenek. Köszönöm a figyelmet!